Forradalmi újítás. Feltelt egy motort, ami alternatív üzemanyagot használ. De mit? Milyen tárgyat adhatnának el a Fehér Házból a legvalószínűtlenebbtől a legvalószínűbbig? Egy mondatba foglald össze a filmet, amit most rendezel. Az amerikai elnök éppen téged hív. Mit mondana neked? Ástál egy alagutat a lakásodtól a Nemzeti Bankig. Egyetlen hívást intézhetsz, kit hívnál? Milyen lenne a játékmester számára az ideális túlvilág? A pokolitól a mennyeig. Fel tudtok sorolni mondjuk 10 társas játékot? És rangsort is tudtok állítani? Sziasztok! Én Soha vagyok, és a mai nap listát készítünk a Top 10 társas játék segítségével. Tartsatok velem! Unboxing sorozatunkban megmutatjuk, mi lakul a dobozban, hogy könnyebben képet alkotás játékainkról. Ha kíváncsi vagy korábbi és legfrissebb megjelenéseinkre, ez a te videód. A mai videóban egy friss party játék újdonságot, a Top 10-t hoztam el nektek. A Top 10 azonos címmel jelent meg 2020-ban Aurelien Piccolé első társasjátéka, amivel egyből komoly ismeréseket szerzett, az Ask Doran finalista volt a játék, végül ugyancsak shortlistre került és nem nyerte meg a díjat, de ajánlott játékként fölkapták a fejüket a party játékok kedvelői. A játékban listákat fogunk készíteni, 4-9 játékos ült az asztal mellé, és egy játékmestert irányítva próbálják a gondolatait a helyes sorrendbe rendezni. Adott témakörhöz különböző ötleteket dobnak be a játékosok, és ezt kell növekvő vagy csökkenő sorrendbe szállítani. 4-9 játékos, összesen 30 perc szórakozást talál majd ebben a kis játékban, és 14 éves kortól jó szívvel tudjuk ajánlani. Nem is szaporítom a szót, hiszen 10-nél már bőven tovább járunk, kezdődjön a dobozbontás, nézzük mit rejt a Top 10. Így néz ki tehát a Top 10, a 2-10 ötletek és nonsense helyzetek 10-es listájának társas játéka. Ugye egy kooperatív társas, és már a doboz címoldala is rettentő nagy mókát ígér, ahogy az unikornisunk és egy kaki között próbálunk a skálán helyet találni. A doboz hátulján még találunk pár kérdéskártyát, hogy mikre számíthatunk ebben a játékban, illetve ugye az alkatrészekről is egy kis betekintést a kártyákkal és tokenekkel fogunk játszani, de lássuk is konkrétan, hogy hogy is néznek ezek ki a dobozban. Ha leemelem a doboz fedelet, akkor először játékszalagot botlunk, ami kiajtogatós formában, nagyjából egy A4-es méretben részletez minden alkattészt és szabályt a játékhoz kapcsolódóan. Egy parti játékról beszélünk, úgyhogy fontos is, hogy gyorsan és könnyen bármikor, bárhol játékba tudjunk kezdeni. Aztán találunk egy kicsit szokatlan játékelemet fóliázva, egy apró kis playmatet, igazából olyan, mint egy egérpad, és ezen fogunk játszani, erre helyezhetjük ki szépen a kártyáinkat. Ez nagyon praktikus kis segédeszköz partijáték lévén, hogyha mondjuk kocsmába vagy társaságba játszanánk ital, étel mellett, akkor ez szépen kiemeli az asztalból a kártyapaklit, ahol helyezhetjük, és valamennyire meg is védi, hogy a kártyákat is nem egy asztalfelületen kell játszanunk. Tovább haladva a dobozban, kettő helyszínen találunk összesen 3 pakli kártyát, ezekből a kisebbikkel kezdem a bontogatást, nincs rajta ilyen külön védőcsík, úgyhogy snitzelre szükség van a kibontásukhoz, ezt óvatosan is teszem. És először találkozunk a játékot segítő számkártyákkal, amik a skálán a helyiket mutatják meg az egyes játékosoknak, egy kellemesen vastag kártyak, ugyan ilyen is nem kaptak, de van, hogyha műanyag borítás lenne, viszonylag stababíró kártyák, nem egyszerű papírból készültek, nagyon kellemes fogásúak is, hogy keverem is hallatszik, hogy nem sima papírból készültek. Aztán 2 pakli kérdéskártya, ezekkel is szükség van, és nyitszerrel kibontsuk őket. Ezeket több mint 500 feladványt találunk, mindegyiken 4 feladvány lesz összesen, és mindegyik kártya 2 oldalas, tehát egy kártyáról akár 4 lehetőségünk is van választani, és különböző feladványokat adni, ugye a játék mester ad feladványt a többieknek, akik a saját kártyájuk alapján kell, hogy egy ötletet mondjanak, amit ő be tud rendezni majd sorrendbe. Ugye bőven lesz itt lehetőség, nem egy játék alatt végigjátszható társasról beszélünk, hanem ötletek garmadája jelenik meg a kártyákon, mindegyiken 4-4, mint például, mi lenne a barátaiddal közös rockbandátok neve, a soft rocktól a metalig kell rangsorolnunk, minden kártyán meg van jelölve a piros a legalacsonyabb szám, a zöld pedig a legmagasabb szám, ami
kaphatnak a játékosok. A kártyák után találunk egy adag műanyag játékelemet is, ezek lesznek a tokenek, amik segítségével jelöljük, hogy mennyi pontunk van éppen a játék során. Ezek két oldalú jelölők, az egyik oldalukon egy unikorn is, míg a másikon egy kaki látható. Ezek jelölik, hogy éppen sikeresen vagy sikertelenül állította sorrendet a játékosunk, aki a játékmesterünk. Játékos számtól függően helyezünk valamennyi tokent az unikorn is mezőre, és onnan fordulnak át folyamatosan a kaki oldalukra, hogyha hibázik a játékmesterünk. A játéknak ugyan nem szerves része, de talán még egy fekete műanyag inzertet is, miben nagyon szépen beleférnek a kártyáink, amik egyébként standard méretűek, 63,5x88-as póker méretű kártyák, és valószínűleg védőzve nem férjenek vissza a dobozba, de mint mondtam, kellemesen vastag és csapabíró kártyának tűnnek, úgyhogy nem kell feltétlenül félteni őket, mert parti játékról beszélünk, óhatatlanul is néha sérülhetnek ezek a kártyák, de van bőven belőlük ötlet, és nem feltétlenül szükséges minden kártya a játékhoz. A tokeneknek is nagyon szépen megvan kellemesen a helye, és ugye az egészet lefedhetjük gyakorlatilag a playmattel, úgyhogy nagyon szépen, kényelmesen és biztonságosan tudjuk szállítani a játékot bárhová. Most viszont minden játékelemet megnéztünk, és meg vissza is pakoltam. Kipakoljuk őket, és megnézzük, hogy néznek ki játék közben, hogyan működik a top 10. Miatt azonban setupolnék, ne felejtsen feliratkozni a csatornánkra, hogyha érdekelnek hasonló videók, illetve Facebookon és Instagramon is megtalálsz minket, ahol külön tartalmakat osztunk meg a játékainkról. És most, setup! És pár pillanat múlva így néz ki a top 10 társasjáték, ha a minimális 4 főre készítettem elő. Minden ilyen kaptak egy-egy számkártyát a játékosok, amit titokban megnéztek és nem árulták el a többieknek, illetve a játék során 5 kártyát kéne kikészítenünk a játék asztalra, tehát 5 véletlenszerűen húzott témakártyát. Én most az egész paklit ide tettem, hogy lássátok, hogy összesen mennyi kártya van, mennyi sok lehetőség van választani. A tokenekből pedig 4 került a játék táblára, pont annyi, mennyi játékos van, ez mindig egyezik a játékos számmal. A játék innentől a kezdő játékossal halad, aki a játék mester nevet kapja a játékban, ő a legviccesebb játékos lesz közületek, és neki lesz a feladata, hogy sorrendben rendezze a többiek ötleteit. Ő húz egy témakártyát, és az oldalon látható 2 téma közül felolvassa valamelyiket a saját választása szerint a játékosoknak. Mindegyiken lesz egy piros és egy zöld érték. A piros mindig a legkisebb, a zöld pedig a legnagyobb számnak megfelelő. Ezután játékosok egy-egy szót vagy előadást kell, hogy kitaláljanak, van, amikor el kell játszanunk egy jelenetet, nem csak beszélgetnünk kell, és a saját számunknak megfelelően kell előadni vagy bemondani azt, úgy, hogy aztán a játékos, aki a játékmester, sorrendben tudja állítani a megfelelő válaszokat. Ezt növekvő sorrendben kell megtennie, tehát a legkisebb számtól haladva a legnagyobbig, ha bármikor hibázna, akkor egy tokent át kell fordítania a kaki oldalára, ha ebből mind az összes átfordulna, akkor sajnos együtt veszítettétek a játékot, ha nem, akkor attól függően, hogy hány tokenetek maradt az unikornis oldalon, a pontszámaitok alapján a játék rangsorol titeket, mennyire voltok ügyesek. A top 10 egyik azoknak a parti társas játékoknak, amik minimális alkatrészből maximális élményt képesek nyújtani. Inkább minden a fantáziátokon fog múlni, hogy mennyire éreztek jól magatokat, mennyire tudtok egymásra hangolódni, és helyes nyomokat adni a többi játékosnak, hogy hogyan rendezzék 1-től 9-es skálán sorrendbe az ötleteket. A játék 4-től 9 főig bármi játékos száma jól működik, és nagyjából 30 perc alatt lepörög, kivéve akkor, hogyha belebonyolódtak egy-egy témába, és jókat beszélgettek órákon át, vagy elkezdtek egy újabb partit. A top 10-t jó szívet tudom ajánlani 10 éves kortól tényleg, a téma miatt ez a korosztály muszáj, ennél kisebbekkel nem annyira érdemes játszani, vagy ha kiválogattok kártyákat, akkor akár kisebbekkel is meg lehet próbálkozni, de 10 éves kortól bárki megtalál benne egy remek szórakozást. Ha neked is tetszett a játék, akkor a reflexshop.hu oldalon bármikor megtalálod, de ezt a közvetlenül polcán is érdemes keresni a top 10 dobozát. A következő videóig mindenkinek jó listázást, és jó játékot kívánok! Én Soma voltam, sziasztok!